A már megszokott szőnyegen két mez, egy újabb összehasonlító videó, amiben összehasonlítok nektek egy Adidas Revolution 30 Swingman NBMS-t egy vadonatúj címkés Nike Swingman mezzel. Vegyük egyből sorra azokat a nyilvánvaló szemmel látható különbségeket, amikről általában én el szoktam feledkezni. Mint olyan, változott a szabás. Ugye látjátok, hogy a baloldali Adidas mezen a hátsó rész kicsit hosszított és ívelt, ugye ez az új Nike Swingman mezen abszolút nem található, illetve a mezen a sárga szín is megváltozott, tehát a Adidas mezen kicsit ilyen okker sárgásabb volt, és hogyha megnéztek, akkor nem teljesen passzolt a passzénak a színe a felvart elemeknek a színéhez. Ezt a Nike kijavította, és a Nike mezen már egy lépéssel közelebb a citromsárgához, és tökéletes egyezésben a passzénak a színe, és ugye a dizájnnak a színe. Egyébként ez egy David Lee és egy Clay Thompson mez előttem. Nekem ez a régi Adidas mez Stephen Curry-ben meg volt minden színben, és csak az alternét, fekete újas verziót tartottam meg, illetve a sárga villamosos alternét mezt. Úgyhogy itt most egy David Lee-n fogom bemutatni nektek a különbségeket. Menjünk közelebb. Ugye szemmel látható, hogy az Adidas logó kisebb, mint a Nike logó. Én ezt már ugye egy videóban elmondtam, hogy kicsit hivalkodónak érzem ezt a márkajelzés logó méretet a Nike-nál, de hát gyakorlatilag kezdek hozzászokni már a pályán viselt kapucnis, cipzáros pulcsik, vagy pólók, vagy minden termék esetében sajnos hatalmas Nike logók lettek fölrakva a termékekre. Ez csak azért fura, mert ugye az NBA történetében először van az, hogy látható az on-court mezeken, tehát a pályán viselt mezeken is márkajelzés, és hát ugye a Nike az nem bízta a véletlenre, jó nagyba rábaszta mindenre a logóját. Mindegy, lelkük rajta. A szegőszallag, ami ott van a nyakban, ez változott. Egy sima transfer címkére változott, tehát bele van nyomva a nyakba. Az, hogy dry fit anyagból készültem, ez a méretjelzés, és hogy hol készült, illetve egy NBA logó. Alapvetően ugye az anyaga is más ezeknek a mezeknek. Mind a kettő esetben egy lukacsos anyagról van szó. Az Adidasé egy jóval könnyedebb és ilyen kis kockákba textúrált, tényleg nagyon könnyű, nagyon vékony anyag. A Nike-é azért vastagabb, és minőségérzetben éppen ezért kicsit jobb, hiszen sokkal nehezebb maga az anyag, és ezáltal olyan érzeted van, hogy nehezebb lesz kiszakítani, vagy kevésbé kell vigyáznod rá, mert hogy strapabíróbbnak tűnik a dolog. A felvart elemekben annyira nagyon nagy különbség és változás nincs. Gyakorlatilag Adidasé egy kicsit ruganyosabb, nehezebben gyűrhető. Nike-nál kicsit keményebb és műanyag hatásúbb a dolog, de minőségi érzetben itt minimális különbségek vannak csak. Így nézett ki az Adidas Swingman mezeken a címke. A Nike mezeken így néz ki. Ugye a Nike Connect chipet tartalmazzák a címkét, címkék belül, amivel összetűröd az okostelefonoddal párosítani a mezedet a Nike Connect applikáción belül, és így plusz tartalmakhoz juthatsz. Van még egy lényeges dolog, amit nem árt, ha érintünk. Ez pedig a szabás, és most legfőképpen a felső részekre gondolok. Láthatjátok, hogy a Nike mezen a karkivágás egy mélyebb, de szűkebb dolog. Lejjebb ér a karkivágás az Adidas mezen, illetve a nyak is sokkal szűkebb. Ez abból a szempontból jobb, hogy így rajtad is hasonlóan fog állni a Nike mez, mint ahogy a tévében a játékosokon láthatod.
erről a nyakról messziről látszódik, hogy sokkal inkább képes fölvenni ez a nyakpasszi, az az alakot, amit kell ahhoz, hogy úgy álljon, ahogy a játékosokon látod. Az Adidas meznél inkább ennek a megközelítése vagy imitálása lehetett a cél. Nike egyel közelebb lépett a Simmen mezek esetében is ahhoz, hogy úgy álljanak ezek a mezek a viselőjükön, mint ahogy a pályára lépő játékosokon. Most ez egy érdekes kérdés, hogy ez jó dolog-e vagy sem, hiszen a szurkolók nem feltétlenül olyan testalkattal rendelkeznek, mint az atléták vagy a sportolók. Az, aki mondjuk egy swingman mezt azért vesz meg, hogy edzésen vagy meccseken kosárlabdázon benne, és megvan hozzá a fizikuma, az örülhet, hiszen az úgy fog állni, és úgy fog rajta működni, és mozogni, és feszülni, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Szerintem rengeteg szurkoló preferálta a régi mez szabásokat, mert valljuk be, hogy a legtöbb emberen azért nehogy Isten negatív esetben nem állhat túl jól a Nike-nak a szabása. Éppen ezért én ajánlom, hogyha mindenképpen jó méretet szeretnétek, vagy azt szeretnétek, hogy ne álljon rosszul a mez, akkor érdemes egy mérettel nagyobbat vásárolni, persze csak abban az esetben, hogyha nem a feszes és mindenhol testhez álló mez dizájnra esküdtök, mert hogyha erről van szó, és titeket zavar az, ha egy kicsit nagyobb és lazább és lógósabb, akkor mindenképpen a saját méretet érdemes választani. Körülbelül ennyi. Tök fura egyébként így megnézve, hogy Adidas mezen a Golden State logó kicsit lejjebb is van. Ez is igazából ugyanazt támasztja alá, mint az imént mondtam, hogy a Nike mezek tényleg a swingman kategórián belül is egyel közelebb állnak ahhoz, amit a pályán a játékosok viselnek, és ez egy nagyon jó dolog, mert így tényleg élethűek, és a részletgazdagságuk abszolút meggyőző. Viszont kérdés, hogy ez vajon hátrányt jelenthet-e a sima szurkolóknak a viselésben, vagy sem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, mindenképp osszátok meg, és ami ennél is fontosabb, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy legközelebb már automatikusan értesüljetek a hasonló videók felkerüléséről. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!